megfelelő irányt adni, és ezekhez jó történeteket találni, talán az egyik legnagyobb kihívás ennek a szakmának. Gyerekként nagy mesemulond voltam. Anyu minden este mesélt, legalább 3-4 mesét, addig nem tudtunk lefeküdni, aludni, kénytelen volt. És újat, régit hallhattam már ezerszer, úgy is meg kellett hallgassuk, vagy el kellett olvassa. És éppen ezért én kiskoromban hercegnő vagy balerina szerettem volna lenni, mert nekik volt olyan csodálatos életük, amit így elképzel egy kislány magának. Szép hajuk, gyönyörű ruhájuk. Aztán, amikor felnőttem, akkor rájöttem, hogy nem biztos, hogy ez olyan szép, mint ahogy én elképzeltem, de akkor kislányként hercegnő vagy balerina szerettem volna lenni. Nekem olyan szerencsém volt, hogy 5-8-ban és 9-12-ben is olyan magyar tanárnőim voltak, akik nem csak szerették, hanem meg is szerettették az irodalmat, így nem csupán olvasni, hanem egyre inkább írni is szerettem volna, és ezt másképp nem lehetett, csak az iskola újságban, ott kezdtem el először írni. Aztán 11. osztályban úgy került, hogy a főszerkesztőnek valami programja lett, és nem tudott elmenni egy újságíró táborba, amit a Bábes-Bolyai Tudományegyetem szervezett, és én mentem el helyette. És az volt az első olyan tábor vagy közösség egész életemben, amiben igazán komfortos voltam. Eldöntöttem, hogy én erre az egyetemre akarok menni, és nem lőttem mellé, mert végig olyan érzés volt ott lenni, mintha egy kicsit újra hazataláltam volna. Az egyetemi szakgyakorlat alatt jöttem az UH-hoz először, aztán gyakornokoskodni jöttem, majd a hátsó ajtón besurrantam, és azóta itt dolgozom. Megfelelő irányt adni, és ezekhez jó történeteket találni, talán az egyik legnagyobb kihívás ennek a szakmának, hogy ne ráordítsunk az emberekre az íráson keresztül, hogy hé, figyelj ide, nézd, mit akarok mondani, hanem szépen, mérsékelten úgy adjuk elő neki ezt az egész történetet, hogy magától jöjjön rá. Mert amit magától tanul meg az ember, az sokkal jobban rögződik, mint amit mi próbálunk meg lenyomni a torkán. Azt, hogy miért éri meg ezt csinálni, az talán az egy történetemen keresztül a legjobban szemléltethető. Volt egy téma, ami hát eléggé megosztó volt. Az volt a lényeg vele kapcsolatban, hogy elérjem azt, hogy változás legyen. Miután megjelent az anyag, rengeteg negatív kommentet kaptam, rengetegen vádaskodtak, hogy azt se tudom, hogy miről van szó, semmi közöm a témához. Aztán 2 hét múlva megjött a változás, amire számítottam. És 1 hét múlva már jöttek Messenger üzenetbe a visszacsatolások, hogy de jó van, jól csináltad, és hogy megérte, elértem a célt. Vannak olyan ismerőseim, vagy volt egy olyan ismerősöm, aki megállított az úton, hogy olvassa az írásaimat, nem ért egyet, de olvas. Ez egyébként egy nagyon jó első dolog. Meg van, aki minden írásomat olvassa, és ezt mindig kihangsúlyozza, hogy mindent elolvas tőlem. És még egyetemista koromban volt egy olyan eset, hogy valaki rám írt Instagramon azzal, hogy olvassa az írásaimat, és nagyon szimpatikus vagyok, szeretné a személyemet is megismerni. Ezek a visszacsatolások túllendítenek szinte bármit.